A Balatoni út 10 szám alatti ingatlan magyar tulajdonosa a Corbéi ingatlanhasznosító Kft. Mintegy 1,5 milliárd forint összegű beruházást indított 2022. novemberében. A projekt három fő eleme, új Ecofamily áruház építése, a Jancsárkert termelői piac felújítása és a parkoló területének bővítése. A beruházás célja, hogy a fehérvári vásárlók egy helyen gazdag választékban a hét mindennapján kedvező áron juthassanak hozzá magas minőségű csomagolt élelmiszerekhez, háztartási cikkekhez, vegyi, háztartási papír és édesipari termékekhez, valamint közeli háztáji gazdaságokból származó friss, egészséges zöldséghez, gyümölcshöz, tejtermékekhez, pékáróhoz és füstölt húsokhoz. Ma reggel Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösségért Egyesület elnöke és Béres Anna, az Ecofamily képviselője tájékoztatta az őstermelőket a beruházás elkészültéről. Nagyon régóta készülünk erre a pillanatra, amikor meg kell tennünk egy fontos lépést nekünk a Jancsárkert piacon, most már 11 éve dolgozóknak, hát fel kell nőnünk az a feladathoz, hogy teljesen új környezetbe, teljesen új infrastruktúrális feltételek közé kerülünk, és mi ezzel a mai nappal szeretnénk különböző tájékoztatók, előadások, konzultációk révén megszerezni és aktualizálni mindazt a tudást, amelyek szükségesek egy árusnak. Az Ecofamily és a Napsugár cégcsoport célja, hogy a magyarországi 58 üzletből álló hálózatán keresztül több mint 1100 munkavállalójával minőségi élelmiszereket, vegyi háztartási papír és édesipari termékeket juttasson el kedvező áron vevőinek, üzlet és életfilozófiájával példát mutatva és biztonságot adva a környezetünkben élőknek. Végtelenül várjuk, hogy megnyíljon ez a piac is, a mi kis Ecofamily üzletünkkel itt Székesfehérváron együtt, közösen, és nagyon nagy várakozásaink vannak, ez egy új kísérlet tulajdonképpen, hogy az Ecofamily üzletekben kapható árukat kiegészítsük olyan termelői árukkal, amik igazán kereslet a piacon. A Jancsárkert termelői piac 12 év alatt közel 600 alkalommal tartott piaci napot. 2015-ben az elsők között Fejér megye értéktárának tagja lett, és elnyerte az alapítvány a székesfehérvári fogyasztóvédelemért oklevelét is. A jövőben jelentős változás lesz, hogy a felújítást és korszerűsítést követően a piac hétköznaponként is nyitva tart. A fórumon a gazdák megerősítették, az új környezetben is várják a vásárlókat. Nagyon boldogok vagyunk, hogy amit elkezdtünk és amit csináltunk itt több éven keresztül, azt most egy kicsit magasabb szinten tudjuk üzni, de normálisabb körülmények között tudunk árulni. A fórumon elhangzott, az üzletek megnyitására várhatóan augusztus közepén kerül sor.